Hálaadás. Ezt a címet kapta a bukovinai székelyek Magyarországra településének 80. évfordulójának ünnepi programját záró színpadi produkció. A két nap során kopjafát állítottak a Bonyhádi Székelyparkban, megemlékeztek a népcsoport elmúlt időszakban lezajlott kulturális programjainak győzteseiről, és a hagyományőrzésben kimagasló munkát végzők díjazása is megtörtént. De ünnepi szentmise is szídesítette a programot. Illés Tibor, az Országos Szövetség elnöke azt mondta, ez a két nap újabb lökést adott a szervezeteknek abban a munkában, melynek középpontjában a nemzetiség kultúrájának további ültetése áll. Ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk, hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van az elzárság után az ilyenfajta kapcsolatokra. A Bukovinából Magyarországra vándorlás stációit Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes állította színpadra, megvillantva benne mindazokat az értékeket, melyeket a népcsoport kultúrája magába foglal, és amit őriz évtizedek óta. Megmozdul az emberekben valami. Én úgy gondolom, az emberekben a vágyat kell fölkelteni, és akkor nincs probléma.